háromnapos csángóföldi látogatáson vettek részt a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat képviselői. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, az országgyűlés volt elnöke, Edvi Péter elnök, valamint Mozsár István, a Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány kuratóriumi tagja. Összesen 15 olyan helyszínen jártak, ahol oktatási és hagyományőrző tevékenységet folytat a Moldvai Csángó Magyarok Szövetsége. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott asszony itt van velünk a vonalban. Hát ön már akkor is szívén viselte csángó magyar testvéreink sorsát, amikor az úgymond nem volt még divat. A 2000-es évek második felében még házelnökként járt Csángóföldön. Össze lehet hasonlítani az akkori és a mostani tapasztalatokat, vagy elég, hogyha csak néhány év távlatában vizsgáljuk ezt az ügyet? Hát az elmúlt 16 évben, hiszen 2008-ban jártam először Csángóföldön, annyit csak megjegyzésként hadd mondjak, hogy akkor Marosvásárhelyen megjelent egy írás, amiben az volt, hogy negyedik Béla után Szili Katalin volt az első közjogi méltóság, aki Csángóföldre látogatott, és azóta óriási a különbség. Ha, ahogy szokták mondani, zongorázni nem lehet a különbséget. Például akkor volt olyan település, ahol egy pici kis rozoga házban folyt a magyar tanítás. Ma gyönyörű magyar ház van ott. Egyébként 22 olyan fejlesztés történt, és itt engedje meg, hogy külön megemlítsem Járai Zsigmond miniszterelnöki megbízottat, aki Csángóföld fejlesztéséért felelős. Óriási fejlesztések történtek. Én úgy fogalmaztam, hogy csodát csináltunk Csángóföldön, hiszen ez a 22 intézmény, ami felújításra, illetőleg felépítésre került, mind olyan, ahol óvoda, iskolai foglalkozások történnek, ahogy ön is említette, hagyományőrzés, ami szerintem egy óriási dolog, és kifejezetten élvezték az ottani gyerekek, pedagógusok, 100 pedagógussal találkoztunk egyik este, akik egyébként a hagyományőrzés magyar tanítással foglalkoznak, de ugyanígy volt alkalmunk arra is, hogy a Moldvai Csángó Magyar Szövetség kuratóriumával, illetőleg azokkal találkozunk, akik a szövetség küldöttei, és mind-mind meg kell, hogy mondjam, hogy olyan dicséretet adtak egyébként a magyar kormánynak azért a támogatásért, amit adott, ami én azt gondolom, hogy arról tesz tanúbizonyságot, hogy páratlan fejlesztések történtek. 5 éve voltam ezelőtt szintén akkor a Nemzeti Összetartozás Bizottsággal egy látogatáson, akkor tervek voltak már, de én azt hiszem, hogy azóta is látványos az elmúlt 2,5-3 évben, ami történt. És hogyha mondjuk a helyiek, a csángó magyarok mindennapjaira tekintünk, akkor nyilván ebbe is azért volt alkalmuk belelátni, akkor mi az, ami mondjuk a leginkább szembeötlik? Többet mosolyognak, bátrabbak, felemelték a fejüket, vagy hát hogyan? Azt hiszem, hogy ez nagyon jó, amit ön mondott, szerkesztőre, ez a felemelték fejüket, mert tényleg így van. Sokan egyébként, hiszen ezek alapvetően települési közösségek, amiben zajlik a közösség összetartás, és például hadd említsek önnek egy adatot, hogy közel 2000 ebédet osztanak ki naponta. Vannak olyan gyermekek, akik, ahogy ott a nehéz sorukról hallottunk, akiknek ez az egyetlen főtétel lehetőség, ami szintén számunkra azt mondatja, hogy tényleg elkél ott a segítség. És ez azt is jelenti, hogy naponta átlagban ilyen 1800-1900 gyerek az, aki részt vesz azokban a fejlesztésekben, oktatásban, amiről említést tettünk, ami számunkra fontos, bár megjegyzem, hogy megjelent egy olyan cikk, hogy ugye a mi célpontunk most Csángóföld. Hát igen, mert ott ők olyan emberek laknak, akik igenis magyarnak vallják magukat. Az identitásukat szeretnék megőrizni, ragaszkodnak a magyar nyelvhez, a kultúrához, ragaszkodnak ahhoz, hogy megőrizzék a hagyományaikat, és ezért is fontos a hagyományőrzés. És számomra volt egy szívet vidító dolog, ez pedig az, hogy a pedagógusok között nagyon sok olyat találtam, akik fiatalok, egészen fiatalok, 20-30 éves fiatal emberek, fiatal hölgyek, akik egyszerűen úgy érzik, hogy nekik az az egyik küldetésük, hogy
tényleg segítsék azt, hogy ott az a közösség egy tartásos közösséggé váljon. Az elvándorlás vagy az asszimiláció jelenti ön szerint ma a legnagyobb veszélyt rájuk, még akkor is, hogyha ez egy nagyon örvendetes dolog, amit ön is említett, de gondolom ezek ilyen hát szép példák, de azért nem általános. Az az érdekes egyébként, hogy lehet, hogy az asszimilációs folyamat az pont attól volt, hogy gyakorlatilag 2010-ig igazából nem nagyon történt semmi. De én azt hiszem, hogy az elvándorlás nem annyira jellemző, hiszen ők ragaszkodnak a szülőföldjükhöz, különösen ragaszkodnak ahhoz a földhöz, ahol őseik éltek, és inkább az asszimiláció veszélye az, ami fenyeget bennünket, és ezért is, vagy fenyegeti őket, és ezért is fontos az, hogy a magyar oktatást és mindazt, ami bennük ezt életben tartja, azt a szülői, nagyszülői örökséget, amit ők kaptak ott a családjuktól. És azért meg kell azt is említenem, hogy, és biztos a hallgatók is kíváncsiak erre, hogy sokszor sok helyütt felvetődik a magyar misézésnek a kérdésköre. És az az érdekes, hogy visszaemlékszem arra, hogy még házelnökségem idején Oltánú, akkori román házelnök úrral együtt látogattunk el akkor Csángóföldre, és közösen fordultunk a Szentszékhez a magyar misézés miatt. Egyébként most minden hónapban van egyszer Bákóban magyar mise, és az, aki a Moldvai Magyar Csángó Szövetség részéről ezekkel az egyházi ügyekkel foglalkozik, szóval hogy elmesélte azt, hogy körülbelül 450-500 ember vesz részt egy-egy ilyen misén átlagban. Nyilván, amíg a pandémia volt, ez nem volt jellemző, de én úgy hiszem, hogy dicséret illeti a Moldvai Csángó Magyar Szövetséget azért a munkáért, amit tesznek, hiszen ők is számosan 130 olyan ember van, beleértve a pedagógusokat is, akik pontosan azt teszik, ahogy fogalmazott az egyik úr ott, mikor kérdeztük, hogy látja és mivel foglalkozik, azt mondta, csinálom, amit kell. És ez valahogy tényleg jellemző, hogy mindenki csak azért tesz, hogy ezt a közösséget összefogja, összetartsa, hogy számukra olyan programokat szervezzen, ami a magyarságuk megtartását elősegíti. A számokról beszélgessünk egy kicsit. 1800 nebulót, 1800 diákot említett. Én úgy emlékszem, olyan 40-50 ezer körüli a Csángó Magyar Közösségnek a jelenlegi pontosan hivatalos... 60 ezer. Igen, 60 ezer körüli. Hát most majd kíváncsi vagyok én is, hogy a mostani népszámlálás az arra a területre milyen adatokat hoz. Ott egyébként akikkel beszélgettünk, ők mindenki azt mondta, hogy ő vállalta a népszámlálás során is a magyarságát. Egyébként az ottani pedagóg, tehát aki a szövetségben az oktatási kérdésekkel foglalkozik, Hegyeli Attila, ő azt említette, hogy gyakorlatilag ma sikerült mára elérni azt, hogy a Csángó magyarságból minden, tehát 25%-át a gyerekeknek elértük. Ez azt jelenti, hogy itt még mindig van feladat, mert számos olyan település van, körülbelül 64 olyan település van, ahol magyar közösség még létezik. Ebből körülbelül a fele települést és az egynegyed gyermeket sikerült elérni, így ez azt mondatja, hogy tovább kell folytatnunk ezt a munkát. A gyermekvállalási kedv mennyire népszerű csángóföldi magyarok? Igen, a demográfiai szempontból én azt gondolom, hogy ott teljesen helyén van minden, tehát ott általában azért jellemző egy-egy családban a 3-4 gyermek. Én részemről talán a további munkát, és ezt mint a szövetség felügyelőbizottságának egyik tagja, tényleg azt mondom, hogy mindaz a befektetés, amit oda a magyar állam tett, ez jócskán megtérül, hiszen ők várják is azt, hogy őket elérjék, és tényleg akikkel beszéltem, szülőkkel is, óriási kedvel viszik a gyermekeiket reggel, sőt, most már van arra is terv, hogy őket is szállítsák az iskolákhoz, hogy a szülők mehessenek nyugodtan dolgozni. És én azt hiszem, hogy akkor, amikor mi megfogalmazzuk azt a három alapelvet, egyrészt, hogy ugye magyarság már világnemzet, másrésztről, hogy minden magyar számít, ez
most, amikor népszámlálások vannak mindenütt, ez azt hiszem, hogy nagyon fontos számunkra. És a harmadik pedig az, hogy elősegítjük a szülőföldön élést, gyarapodást és boldogulást, akkor én azt gondolom, hogy ennek az elvnek maximálisan megfeleltünk az elmúlt esztendőkben. Még gyorsan annyira talán ki tudunk térni, tudom, hogy utána önnek el kell szaladni a következő programjára, de talán még annyi belefér, hogy a háborús fenyegetéssel miként szembesülnek a csángoföldi magyarok. Nyilván ez is téma közöttük. Mennyire érzik úgy, hogy mondjuk a moldovai vezetés ura a helyzetnek, vagy akár figyelemmel követik a magyar kormány erőfeszítéseit a béke, lehetséges béke elérése érdekében? Foglalkoznak ezzel Csángóföldön? Hát én természetesen, tehát azt a fajta bizonytalanság érzést, vagy azzal a bizonytalanság érzéssel szemben, amit a háborús hírek jelentenek, ugye a szomszédból ők talán még közelebb vannak, mint ahol, hogy mi ahhoz a fészekhez, ahol a háború zajlik. Számukra ezzel ellentétben az a fajta biztonság, amit a magyar közösség nyújt, ez és a közösségi összetartás ereje, ez mindennél fontosabb, és ők is megfogalmazták azt, hogy számukra az az irányadó, amit egyébként ebben a magyar kormány folytat, ahol az első, és az az elv, aminek alternatívája nincs, még pedig a béke, ez talán a legfontosabb, és hát ők is kifejezték bizodalmukat abban, hogy előbb-utóbb kiózanodik az az európai közösség, amelyiknek az adminisztratív vezetése elsősorban úgy tűnik, hogy abban érdekelt, hogy ezt a konfliktust fenntartsa. Ezzel szemben ők is teljes egészében fölzárkoztak az mellé, az elv mellé, amit Magyarország és a magyar kormány megfogalmazott, hogy a béke az elsődleges, a békének nincs alternatívája.